Forró Lajos magyar ellenes atrocitások a délvidéken, Horgos története című filmjét mutatták be Szegeden a Millenniumi Kávéházban. Megnyílt Tóth Magdolna Sára Narratívák című tárlata Szegeden a Somogyi Könyvtárban. Múzeumőr címmel látható a Kis Lajos munkásságát bemutató kiállítás a Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban. A Házasság hete programsorozat részeként nyílt meg a Szegediek Mária Radnai búcsújárása és a hozzá kapcsolódó szokások című tárlat a Somogyi Könyvtárban. Szegeden a Millenniumi Kávéházban mutatták be Forró Lajos magyar ellenes atrocitások a délvidéken, Horgos története című dokumentumfilmjét. A film a délvidéki események áldozatainak állít emléket a hozzátartozók megszólaltatásával. Elég régóta foglalkozom már az 1944-45-ös délvidéki eseményekkel. Eleinte kutató, aztán filmeket is készítettünk a témában. Ez a film a ma este bemutatásra kerülő Horgos története, ez egy sorozatnak a része, amely sorra veszi a településeket, legalábbis ahol még sikerül szemtanúkat, túlélőket, az eseményeket átélő személyeket találnunk ahhoz, hogy elkészüljenek ezek a filmek. Kutatókat kérdezünk meg, levéltárosokat kérdezünk meg, próbáljuk ezeket beépíteni a filmbe és megmutatni a közönség számára, hogy mik történtek helyi szinten is, tehát nem csak globálisan. Azért az első filmünk az a Jeletlen tömegsírok volt, amely központilag bemutatta az eseményeket. Ez nevezhető ennek a nagy dokumentumjátékfilmnek a kis testvéreinek tulajdonképpen, hiszen sorba, ahogy mondtam, vesszük a településeket. Elkészült már a Dorján története, külön elkészült már Csurok története, és most a harmadik az, amely a Horgos történetét dolgozza fel. Két részre osztanám ezt a dolgot. Az egyik részt a kötelező hallgatás, ami 50 évig az emberekre volt erőltetve. Ez egyfajta zártságot hozott ebbe a történetbe, tehát nagyon nehéz megszólaltatni. Nekem is nyilván ott volt a legkönnyebb dolgom, ahol a család érintettség miatt én is ott vagyok és ismernek. A másik dolog pedig az, hogy egy picit nehéz is nekünk megszólaltatni ezeket az embereket, hiszen azt látjuk, hogy nagyon nehezen élik újra a történelmet. Nagyon megviseli őket az a dolog, hogy immár többszörösen újra és újra elmesélik azt például, hogy hogyan látták félig agyonverve az apjukat a pincékben, és ez olyan megviseli őket, hogy én azt látom, hogy többen már nem hajlandóak ebből beszélni. Nem csak azért, mert igazán félni már nincs mitől, hanem inkább a hallgatásnak most egy újfajta változata jelenik meg ebben a kérdésben. Ugye, magában a filmekben van egy szakmai rész, ahol történészek, levéltárosok az adott dokumentumok alapján rekonstruálják a történelmet. A történelemnek van egy másik része, ugye az oral history, a személyesen átélt történelem. Én azt gondolom, hogy ezt a kettőt jól össze tudjuk hozni, ha sikerül jól összehozni egy filmben, akkor az ad egy olyan pluszot a filmnek, amely egyik a másik részt igazolja, vagy esetleg nem igazolja, tehát ez is előfordulhat, és én azt gondolom, hogy mindenképpen így ez a kettősség az, ami hozhat egyfajta áttörést ebbe a témába, hiszen ugye hogy kezdődött, csak az oral history módszeréhez tudtunk először nyúlni, mi kutatók is. Később a két államfő megállapodását követően történt meg tulajdonképpen a levéltárak megnyitása, illetve a korabeli dokumentumok hozzáférése. Az, hogy mennyire új, azt meg arra meg annyit tudok válaszolni, hogy nagyon új, mert nagyon kevesen kutatják ezt a témát. Tehát rengeteg olyan irat van például az Újvidéki Levéltárban, de még akár az Entaiban is, ahol azért a kutatás már lényegesen előrébb van, ami még kutatható kutatóra vár. Tehát ez nem az a téma, ahol azon kell veszekedni a kutatóknak, hogy az enyém vagy a kié, vagy ki kezdte ki. Annyi lehetőség van, főleg a helytörténeti kutatásokra. Hát van olyan település, amiről gyakorlatilag még semmit nem tudunk, annyit tudunk, hogy a levéltárban vannak iratok. Megszólalt egy-két túlélő, az ő visszaemlékezéseit ismerjük. Tehát kutatóra vár ez a téma, ösztöndíjakra vár ez a téma, hiszen nyilván ez azért meg kell teremteni a tudományos kutatásokhoz azokat a feltételeket, amelyek alapján vállalják ezt a kutatók. Nyilván nem mindenkinek van családi érintettsége, mondjuk nekem, aki ebbe bele át, és nem csak én vagyok ilyen persze, de kellene teremteni egy ilyen formát. Talán a DVD Kutatóközpont, ami próbál egy kicsit intézményesített formába segíteni ebben azoknak a kutatóknak, fiatal
pályakezdőknek, akik ezt választják témaként, de nem könnyű, és ez még egy meglehetősen szűz terület, ami a kutatást illeti. Forró Lajos 1992-ben kezdett el foglalkozni a délvidéki magyarok 1944-45. Évi tragédiájával. Az események feltárása és tisztázása, valamint a magyar és a szerb nép közötti megbékélési folyamat sikere érdekében végzett tevékenységének legújabb szeletét ez a 2019-ben megjelent dokumentumfilm alkotja. Majdnem minden településnek megvan a specifikuma. Ami közös is, ami nagyon brutális, az, ami Horgoson is megtörtént, a helyi plébános, a helyi apát plébános, 84 éves Virág István apát plébánosnak a likvidálása különböző vélt bűnök alapján, amelyet, hangsúlyozom, a likvidást követően gyártottak meg a partizániratok, illetve itt is egy a helységhez képest egy tömeges likvidálásra került sor, illetve ebben sem különbözik sajnos a többi településtől, hogy brutális módon kínozták a fogvatartottakat. Tehát nem csak likvidálnak itt embereket, hanem heteken át borzasztó tortúráknak vetik alá, és ez Horgos egy erőteljesen élen járt ebben a történetben. Illetve talán kiemelném azt, hogy azért a partizánok, illetve azok, akik a likvidálásokat végezték, azoknál nem volt jellemző a nők elleni. Nincs mondani, az erőszak az igen, de a likvidálás, tehát az, hogy gyilkosság, az nem. Horgos esetében több nő is áldozatul esett a likvidálásoknak, ugyanolyan bánásmódban részesítették őket, mint a férfiakat, tehát ugyanolyan brutális tortúrákon mentek át, és aztán ugyanúgy őket is egy eltelen tömegsírba lőtték, mint a férfiakat. Talán ez lehet Horgosnak egy nevezzük specifikumnak, sajnos egy ilyen negatív specifikum. Egy magyar döntek meg név szerint Párti Jánost, aki 24 éves volt. Ugyanazon a helyen megölték Szalai Erzsébetet, szintén magyar nemzetiségű nőt. Tóth Magdolna Sára Narratívák című kiállítását nyitották meg Szegeden, a Somogyi Könyvtárban. A keramikus 10. önálló kiállításán bemutatott nem funkcionális kerámiák olyan plasztikák, melyeknek fő inspirációja az emlékezés, egy-egy régi emlék kifejezése, cserepek, edénytöredékek, fadarabok által. A rendezvény kezdő akkordjaként Szirmai Marcell, Gyida Jenő, Pasztel című versét szavalta el. Alkonyatra sáshoz zugnak, mélyén futóvizek zugnak, csupa sötét, furcsa hűlt nesz, búsulgás, mi körülvesz. Ebben a nagy félig csendben, asszony szemek cseppje cseppen, csak a lélek füle hallja, nyírkos lesz a lombok alja. Sok imbolygó halk kísértet, lábújhegyen jön el érted, s pillantván a barna fákra gondolsz, régi balladákra. Nappal, éjjel, így terül szét fölötted az egyedül lét. Lassan tompa fullatag, nagy csöndbe merülsz, hallgatag vagy. Nem akar a szó fakadni, sem a szó könnyen fakadni. Mind nagyobb a néma sejtés, mindig több a mélyre rejtés. Minden nappal, amit élsz, több, amiről nem beszélsz. Egy nagyon kedves tanítványom, Csorba Kata, aki a színháznak, a Szegedi Színháznak oszlopos tagja most. Annak idején, amikor tanítottam, már kimutatkozott az a sok minden tudás belőle, az irodalom iránti szeretet, fogékonyság, tehetség, és kértem, amikor leérettségizett, hogy esetleg, ha lesz kiállításom, mondaná valamit, verset. Szegény nem ért rá, de maga helyett nagyon becsületesen küldött egy kis fiatal, pályakezdő fiatal fiút, aki még 8-os ugyan, de ragyogóan nagyon szépen verseket tud mondani, úgyhogy ismeretlenül tegnap járt itt és nézett szét, elvállalta, és nagyon szép verseket fog mondani, és gondolom nagyon ügyesen. A tárlatot Albrecht Júlia, képző és iparművész nyitotta meg, aki beszédében az alkotó életútját és munkásságát méltatta. Zavarba ejt ez a szabadság,
amellyel bánik Tóth Magdi az anyagokkal, a formákkal, a színekkel. Honnan ez a bátorság? Kérdezem magamban, hiszen eddig egy nagyon szerény, törékeny és szorgalmasan munkás alkotót láttam benne, akiben már-már fanatikusan erős alkotói akarat él, a teremtés vágya olykor mindent fölülír az életében. Ez a 10. önálló kiállítása, de szerepelt legalább 80 csoportos országos nagytárlaton is már, sok munkáját ismerem. Mégis meglepett a most látható anyaga. Számomra minden eddigitől eltér. Kezembe adott egy munka elveket tartalmazó jegyzetét a minap, amelyben az eddig ismert Tóth Magdit láttam ismét. Vas logikával felépített tárgy alakítási szempontjait jegyezte le, amelyek mentén dolgozni szokott. Tizediknek tényleg, ahogy a tanítás is véget ért, és lezártam egy korszakot, Júlia megtestesítője annak, hogy tanított középiskolában, könyveket is írt, tehát ragyogóan ért a szakmához, de fest, szobrot készít, kerámiával foglalkozik, tanított művészeti szakközépiskolában Budapesten, a Törökpál utcaiban, és megírta 2 tankönyvet a diákoknak, tehát egy univerzális személyiség, egy nagyon gazdag lelkű ember, barátságos. Jó vele beszélgetni, úgy éreztem, hogy ő, ha elvállalja, akkor én nekem ez egy ünnep lesz. Tulajdonképpen 2020-ban elértem a munkásságomnak a 50. évfordulóját is nagyjából. Tehát én azt hiszem, hogy ez a fél évszázad, ez már eléggé jelentős munkásságnak is mondható. És ahogy elkezdtem a diplomázás után, 79-ben volt, és lejöttem tanítani Szegedre, ez 40 év volt különben a tanítás a művészeti szakközépiskolában. Nagyon szívesen tettem, nagyon-nagyon nagy szeretettel emlékezem vissza mindenre, a diákokra, és tematikus kiállításokat csináltam, és mindegyiknek volt egy olyan apropója, amihez oda gondolva a tárgyakat tényleg csak arról szóltak. Az első az kicsit olyan honbáros, mert gabonakutató intézet volt, a második az inkarnáció tűzben, arcok voltak, figurák, a anyagnak és a tűznek a játékából, meg is olvadt néha a samot, meg a az agyag, tehát nem volt rajta máz, és különböző fintorok jöttek ki ezáltal. A harmadik, az Tálak címmel, a negyedik pedig szólt szárnyakról, ami filozofikus volt. Tehát, hogyha nem mondom most így végig, mert egy kicsit nehéz követni talán, akkor mindig volt valami olyan, apropó házakról is beszéltem, ami költészet inkább, és az építkező formák, és mindig olyan voltak a fő lényeges dolgok. Olyan szemét választottam megnyitó narrátorként, akik ennek a profi képviselői voltak. Például itt ennél a háznál Kocor György építész úr, aki ragyogóan nagyon-nagyon szépen szemléltetett mindent. Úgy állt az egészhez, hogy szinte velem átélt a belső lényegét. És egyébként ez egy versidézet volt Kányádi Sándornak, Vannak tájak legbelül. Tehát házról szólt, de ezek a vidékek, azok mindig házzal együtt kapcsolódnak. Mert volt ebben hatalmas nagy égbolttól kezdve a földig a mindenség, és Dimenziók címmel, de akkor voltak újrafejek a Rögpalotában, ez egy talk show keretében, amit Balogh József dramaturg úr szervezett. Tehát gazdag az életutam, és ezt a program irányzatot, ezt én magam adtam magamnak, de a tanítás mellett az pont jó volt, hogy a diákoktól, ha én valamit megkövetelek, akkor legelsőnek magamtól kell követelni. Tehát nagyon-nagyon odafigyelve a részletekre, a formára, a díszítményre, az anyagra, a szerkezetre, a funkcióra, és így tovább. A munkák részletekből összeillesztett megoldásainak narratívája személyes jellegű, amelynek a látogatók részéről természetesen több értelmezése, olvasata lehetséges.
A Narratívák című utolsó mostani kiállításomnál a lényeg az volt, hogy nagyon sok olyan tárgyam vett körbe már, aminél úgy rájuk néztem, és jöttek az emlékek. Egy kicsit lehet, hogy ez a korral is jár, hogy az ember elkezd nosztalgiázni. De ezek olyan munkák voltak, amiről a gyerekkorom jutott eszembe, a szüleim, egy-két kedves ember, és akkor hirtelen eszembe jutott, hogy erről egy kiállítást fogok akkor nagyon gyorsan rendezni, vagy ezekből, és amit kellett még hozzá, elkészítettem. Minden mulandó, tulajdonképpen ezek a kicsi anyagok sem hasznavehetetlenek, hanem hogyha jól rakjuk el, vagy tesszük hozzá valamihez, akkor kifejeznek nagyon fontos mondandókat. Ezeknél most a narratívákra gondolok, mindig volt egy alap, amire rá kellett építkeznem. Ezek háttérül szolgáltak, ezek a különböző, most a legnagyobb éppen az édesanyám gyúródeszkája. És hogyha az nincs, akkor hamis lett volna az egész, hogy mire teszem rá. Tehát úgy hiteles, hogy amit én ki akarok fejezni, az a meggyúrt tésztaszerűség, az azon legyen rajta, hiszen az most nekem mementó. És úgy szerepel, úgy illesztem be az anyagomba, hogy nagyon is köszönetet tudok neki mondani megszemélyesítve, mert valami olyan szolgálatot teljesített az élet utunkon, nekem most így végezetül, ahogy kiállíthatom, hogy örülni tudok annak, hogy az én szemem arra nyílt rá, hogy minden olyan szép tud lenni a természetben, meg a mesterségekben, az eszközökben, és azzal jót kell kifejezni, ahogy Kölcsey is mondja. Tóth Magdolna Sára számára ez a kiállítás egy mérföldkő, alkotói útjának egy állomása. A művésznő a későbbiekben is tervezi bemutatni újabb alkotásait a publikum számára. Tulajdonképpen az ember még ki se pihente ezeknek a ötleteknek a fáradalmait, meg mindenféle gondolat kavalkádját, amit meg kellett szervezni, tehát ez nem úgy van, hogy minden kézre áll, hanem nagyon sokat kellett fáradozni, futkosni néha, de megvan a gondolat, és ez is olyan, hogy már régóta dédelgetem, és azt hiszem, hogy megint egy szakma jön be, tehát nem csak a kerámia, hanem egy olyan környezetet is érintő, nagyon fontos, minden embert is érintő. Majd amint ez véget ér, már neki fogok annak, és szeretném, hogyha meglepnék vele sokakat, mert úgy érzem, hogy ezek a gondolatok, amik az én fejemből kirepültek, és megtestesültek, kiállítássá alakultak, ezeket így más nem fektette le, nem foglalkozott vele. Tehát itt van az, hogy minden ember egyedüli példány, és jó, hogy én erre rá tudtam jönni, vagy ezt át tudom adni a környezetemnek. A Tornyai János Múzeum múzeummel címmel január 22-én nyitotta meg a Kis Lajos néprajzkutatóról szóló kiállítását, melyben az egykori múzeumigazgató közel 60 éves munkásságáról emlékeztek meg. Néprajzkutatói tevékenysége során Kis Lajos meg annyi témával foglalkozott. A gyermekjátékoktól kezdve a népművészeteken és népi építészeten át a régi, rétközi életmódig. 7 esztendőn keresztül szolgálta a Vásárhelyi Múzeumot, ahol múzeumőrként fő feladata a gyűjtemény gyarapítása és gondozása volt. Kis Lajos hódmezővásárhelyi születésű volt, hódmezővásárhelyi néprajzi gyűjtő, nagyon színes egyéniség egyébként, hiszen vőféként, alkalmi költőként, zenészként, színészként egyaránt tevékenykedett. Később aztán a régészet és elsősorban a néprajztudománynak lett jelentős alakja, és az 1900-as és az 1910-es évek fordulóján néhány évig a Hódmezővásárhelyi Múzeum igazgatója volt, a múzeum első igazgatója, ahogy akkor nevezték, múzeum őre, ezért emlékezünk meg róla ezzel a kiállítással.
ahol nem csak az életének a dokumentumai, nem csak a vásárhelyi emlékei, a színészi tevékenysége, az itteni följegyzései, hanem a gyűjteménye, és kifejezetten a mi múzeumi gyűjteményünk, illetve a Hódmezővásárhelyi Levéltárban őrzött dokumentumok támasztják alá és illusztrálják az ő tevékenységének a sokszínűségét. Néhány év után, mint már említettem, távozott Hódmezővásárhelyről, Nyíregyházára került, ahol évtizedekig a múzeum igazgatója volt, a mai József András Múzeumé, és a néprajzkutatói tevékenységét a 60-as évek közepén bekövetkezett haláláig folytatta, sőt Kossuth díjas volt, 1948-ban az első Kossuth díjasok egyike. Azt is fontosnak éreztük, hogy ne csak a tudós, ne csak a társasági ember, hanem a vásárhelyi értékek mellett elkötelezett, és hát természetesen vásárhelyi földben, az itteni temetőben nyugvó tudósnak a munkásságát is megidézzük ezen a tárlaton. Kis Lajos a Bethlen, tehát a mai Bethlen Gábor gimnáziumba kezdte meg a tanulmányait, az elemi iskolai tanulmányait, aztán később a gimnáziumi tanulmányait is itt végezte. Természetesen akkor még a régi épületben, amelyik ma az Alföldi Galéria. Itt volt a nagyapja iskolaszolga, utána annyit kell ebbe az időszakról tudni róla, hogy nagyon érdeklődött a színész mesterség iránt, művészi vénája megnyilvánult abban is, hogy igen ügyesen rajzolt, amit aztán később a néprajzos, illetve a régész pályafutásában is nagy előnyére vált, hisz remek rajzokat tudott készíteni. Miután befejezte gimnáziumi tanulmányait, 1901-től 1903-ig Budapesten Rákosi Szidi színész iskolájában tanult, úgy volt, hogy hát elmegy majd színésznek, azonban nem kapott megfelelő ajánlatot, ezért visszajött Hódmezővásárhelyre. Itt viszont 1904-ben rendeztek egy kiállítást, egy mezőgazdaság és ipari kiállítást, amelyhez a helyi művészek Tornya János vezetésével egy ilyen csevegőszobát álmodtak, amiben a Hódmezővásárhelyi nép életét szándékoztak bemutatni tárgyak, fotók segítségével, és ennek hatására egy ilyen gyűjtőmunka kezdődött, miután véget ért ez a kiállítás, hogy akkor ebből legyen egy múzeum, és gyakorlatilag 1912-ig ennek a múzeumnak volt a munkatársa. Kis Lajos főművének a szegény emberek életét bemutató monográfia tekinthető, melyben hosszú évek alatt gyűjtött tapasztalatai és megfigyelései alapján rajzolta meg a vásárhelyi társadalom alsó rétegeibe tartozó emberek mindennapjait. Sokrétű munkásságáért a szakmai elismerés mellett több díjjal is kitüntették, melyből legjelentősebbnek a Kossuth díj tekinthető. Kis Lajos néprajzkutatóként nagyon fontos Hódmezővásárhely múltjának a megőrzése szempontjából, hiszen az ő munkásságának köszönhető az, hogy nagyon sok olyan néprajzi adat, illetve néprajzi jelentőségű tárgy összegyűjtésre került, amely az 1900-as évek elején még megfogható volt, még megismerhető volt, viszont egy jelentős kultúraváltási folyamatnak a kiinduló pontjában, illetve a csúcspontjában volt ez az időpont, amikor Kis Lajos ezeket összegyűjtötte, tehát mára ezek már elvesztek volna, kikoptak volna a közismeretből, hogyha Kis Lajos nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Nagyon sokszínű egyébként az ő munkássága, tulajdonképpen a gyermekjátékoktól kezdve egészen a babonaságokig nagyon sokféle dologgal foglalkozott, de leginkább azért ismerik a mai napig az emberek, mert két nagyon fontos monografikus munkát is ránk hagyott, az egyik a Vásárhelyi híres vásárokkal, az országos vásárok történetével és magával az egész jelenséggel foglalkozik. A legismertebb munkája pedig a szegény emberek életét feldolgozó két kötet, és ezért is a szegény emberek krónikásának nevezték. Az ő munkássága ezen túl, és ez a kiállításon is megismerhető, a régészet felé is elnyúlik, hiszen miután kapcsolatba került a néprajzzal, utána elvégzett egy régészeti oktatást is Kolozsváron, a Kolozsvári Egyetemen, és ezután már ásatásokat folytatott, majd a nyíregyházi tevékenysége során igazán elmélyült ebben a témában, és ott már tanulmányok is jelentek meg, illetve tényleg nagy feltárásokban vett részt, és komoly kincsleletek kerültek elő az ő munkásságának köszönhetően. Kezdetben Nyíregyházán dr. Jósa András orvos, múzeumigazgatónak volt úgymond a beosztottja.
Az ő halála követően 1925-től pedig 1948-ig a Nyíregyházi Múzeumban dolgozott, mint múzeumigazgató, ahol a régészeti ásatások mellett ugye a néprajzi kutatásait is tovább folytatta, illetve az ő nevéhez kötik a nyíregyházi kollégák a képzőművészeti gyűjteménynek a létrehozását. Ebben nagy segítséget nyújtott, hogy Hódmezővásárhelyről számos korszakából számos képzőművésszel, festővel állt jó kapcsolatban, köztük Tornyaival is, és például azt a képet, azt Tornyai adta Kis Lajosnak, és ugye ez az egyik első darabja a Nyíregyházi Múzeum képzőművészeti gyűjteményének. És aztán ugye, ahol most állunk, ez azt próbálja meg bemutatni, hogy 1944 őszén, amikor a magyarországi háború milyen hatást gyakorolt ugye, a Nyíregyházi Múzeumra, mert ugye egyfelől volt egy, az amerikaiak által megbombázták Nyíregyházat, mert ugye fontos vasút és katonai központ volt, és ugye ekkor ezek után határozták el a Nyíregyházán, hogy a múzeumot menekíteni kell, ami ekkor a mai Vármegye házában működött, ezért összecsomagolták a teljes múzeumi anyagot, azonban ezeket nem tudták, vagy nem szállították már el, ilyen faládákba helyezték el, ugye ezt próbáltuk meg bemutatni, hogy ez hogy nézett ki. És amikor ugye az orosz katonák megszállták Nyíregyházát, akkor két régész végzettségű katona végig bontogatta ezeket a ládákat, amiben különböző értékes régészeti leletei voltak a múzeumnak, és ezeket módszeresen kifosztották, hogy a számukra legértékesebbeknek ítélteket elszállították. A harcok során ugye megsérült a múzeum épülete, ablakai betörtek, a teteje leégett. Közben ugye a harcok elől Kis Lajos elmenekült az egyik lányával és annak a férjével, Boros Géza festőművésszel, aki, hogyha bejövünk a kiállításba, ott az a Kis Lajos festményt ugye is készítette, és már csak 1945 tavaszán jöttek, vagy mentek vissza Nyíregyházára, ahol hozzáfogott ugye a károknak a fölméréséhez, próbálták helyreállítani ugye a múzeumot, azonban ez ugye nem sikerült, hisz anyagi erőforrások hiány volt a nyíregyházi múzeum is, és 1948-ig dolgozott Nyíregyházán, utána Pestre került, a Néprajzi Múzeumba, majd nyugállományba helyezték. Hát élete során számos kitüntetés érte, a legfontosabb, hogy 1948-ban az első között megkapta ugye a Kossuth díjat, aztán később a 80. születésnapjára megkapta a munkaérdemrend aranyfokozatát, de különböző társaságoknak, így a Duganics Társaságnak, a Tornyai Társaságnak is volt a tagja. Nyilván ezeket ugye a II. Világháború megelőző időszakban. És az 50-es években a Hódmezővásárhelyi Múzeum néprajzi anyagát is ugye újra leeltározta, és 1965-ben hunyt el. A Kis Lajos emléke előtt tisztelgő kiállítás célja, hogy átfogó képet adjon az egykori múzeumigazgató sokszínű és gazdag kutató munkájáról, valamint felvázolja azt az utat, mely a színészettől a néprajzig, majd a régészetig vezetett. A Kossuth díjas néprajzkutató emlékkiállítása a Tornyai János Múzeumban tekinthető meg április 26-áig. Szegeden 11. alkalommal rendezi meg a házasság hetét a Szeged-Csanádi Egyházmegye pasztorális helynöksége a házasság mint szeretett közösség értékeinek bemutatására. A rendezvénysorozat részeként nyílt meg a Somogyi Könyvtárban, a szegediek Mária Radnai búcsújárását és a hozzá kapcsolódó szokásokat bemutató kiállítás.
szegedieknek híres búcsójáró helye tulajdonképpen 150-200 éve egészen a 40-es évekig már jaradna, és hát ehhez egy olyan búcsújárási szokás is tartozik, hogy az a szegedi leány és legény mehetett csak férjhez, vagy hát házasodhatott, aki megjárta Máriaradnát, elment, elzarándokolt a Máriaradnai kegyképhez, és a Szűz Mária oltalmába ajánlotta ott leendő családját, majd a zarándoklatot visszafelé is elvégezte, és hát itt a város határában vőlegénynek, illetve mennyasszonynak öltöztették föl ezeket a fiatalokat, és teljes iparág épült a századfordulón, a 19.-20. századfordulóján erre, ugyanis művirágfüzéreket raktak rájuk, koszorúval koszorúzták őket mennyasszonyként, illetve óriási virágokat, földíszített radnai ágakat adtak a kezükbe, tehát tudjuk virágárustól, hogy erre komoly üzletet építettek, és hát ugyanígy a fényképészek is, hiszen megörökítették ezt az alkalmat rendszeresen a szegedi fényképészeknél. A törökök már nem tűrték meg a ferenceseket ott a városban, el kellett menjenek, és pedig Mikával szemben Mária Radna van, egy kis község volt akkor, és egy kápolna épült már 30 éve azelőtt, ezért a ferencesek oda húzottak vissza, és a kápolna megépítettek maguknak egy kis kolostort, tehát 1520-ban. Idén 500 éves jubileum ünnepel. 500 évvel ezelőtt építették Radnán az első templomot, és idén nagy boldogasszony napján fogjuk megint ünnepelni ezt a 500 éves jubileumot. Nagyon érdekes, hogy ezt a szokást Kálmány Lajos jegyezte le először, azután pedig Bálint Sándor írt róla, és pont ezt a kérdést egyikük sem taglalja, holott ők visszaemlékezőket is idéznek. Tehát ebből, vagy ennek folytán sajnos nem tudhatjuk azt, hogy már eljegyzett párokról van szó, vagy még olyanról, aki esetleg nem találta meg az igazit, de mostantól érett a házasságra. Ebből is ered ez a mondás, hogy témán voltál Radnán, férjön möhetsz. Ez annyira a népi élet része volt, hogy természetes, hogy volt Radnán, ezt nem kérjük számon. Ez ugyanolyan, mintha a századfordulón arra gondolunk, hogy meg volt-e keresztelve egy gyermek. Természetesen az mindegy, vagy hát, hogy nyilván felekezettől függően, hogy milyen időskorban vagy hogyan, de hogy természetes, hogy megkeresztelték abban az időben az embert. A tárlat a házasság intézménye előtt tiszteleg a sajátos szegedi szokás történetének, könyvészeti és tárgyi emlékeinek bemutatásával. A Somogyi Könyvtár munkatársai nem csak a bibliotéka gyűjteményéből válogattak, de több partner segítségére is számíthattak a kiállítás anyagának összeállításakor. Nagy boldogsággal tölt el minket, hogy rengeteg partnerünk akadt ebben az eseményben. Hát a legtöbbet természetesen Reinholc András kanonok úrnak, a radnai plébánosnak, és a radnai segéd plébánosnak, és Johan atyának, a Radnai Múzeum őrének köszönhetjük. Ők ugyanis eljöttek, és rengeteg anyagot hoztak, mind kegytárgyakat, különböző radnai ajándékokat, mind pedig dokumentumokat. Van olyan dokumentum, amit például mi állítunk ki először, ők se tudták, hogy mi van benne, tehát egy nagyon izgalmas dokumentumot kaptunk tőlük, de ugyanígy az alsóvárosi plébánia segített minket egy fotófallal, amely egy radnai párt ábrázol, és lehet vele fotózkodni, illetve az olvasóinktól is rengeteg segítséget kaptunk, és Barna Gábortól a néprajztanszékről, tehát van bőven tárgyi anyagunk is, fényképes anyagunk is, és hát természetesen, ami számunkra könyvtárosként mégiscsak a legérdekesebb, az a könyvészeti anyag, a papír dokumentumok, fotóink is vannak, és hát kiállítunk egy olyan szegedi nyomtatványt, egy 1828-as Grünorben által, nyomdája által kiadott Radnai Történetek című nyomtatványt, amely eddig a szakirodalom számára ismeretlen volt, és egy aukción sikerült a Somogyi Könyvtárnak megvásárolni, ezt még eddig soha senki nem láthatta, és hát most annyi kívánosság szem elé tárjuk ebben a kiállításban. Hoztunk ilyen csészeket és kis szobrokat, amik itt vannak Szent Antallal, Szűz Máriával, és azok a képek, ami a kegytemplom és a kegyképről lehet látni itt a kiállításon.
A Mária Radnai Kolostorban múzeum is nyílt, amely segít elmerülni a kegyhely több száz éves történetében. A múzeum az az egyik nagy múzeum, három emeleten kiterjedt múzeum, a földszinten Mária Radnán, az első emeleten, második emeleten, és látogatható hétfőn nem, mert zárva van, de kettől vasárnapig van mindig program. Minden érdekes a kegyhelyről. Inkább, mit tudom én, a földszinten például ott vannak adatok a ferencesekről és a régi kolostorról, az első emeleten minden a templomról, és a második a kolostor életéről, és a kolostor a történelem folyamán. A második emeleten vannak például a kelyhek is, a monstranciák és a miseruhák, értékes miseruhák. A radnai búcsú azonban nem csak az emlékezetben él. Az utóbbi esztendőkben egyre többen zarándokolnak el újra Arad mellé, a kegytemplomba. Az utóbbi években egyre fejlődik a zarándoklat, egyre többen jönnek el. Miután 5 évvel ezelőtt sikerült a templomnak a külső javítását befejezni, és a volt szerzetes háza, a ferences kolostornak a belső és külső javítása. Elsősorban a bánság részéről, tehát az Temesvár egyházmegye területéről, de nagyon sokan jönnek Erdélyből, innen Magyarországból is sokan átjönnek, és Európa több országából. Vannak a hívek is, de nem csak, hanem jönnek most a legújabb turistánk is, és ez a neve, az nevezik a vallási turizmus, és örülünk, hogy fejlődik az is a környéken. Akadnak szegediek is, akik újra zarándokbotot ragadnak évről évre, hogy végigjárják azt az utat, amit őseik is megtettek. Szegediek nagyon korán jöttek oda, és reméljük, hogy ők lesznek az utolsók is. Tavaly 2019-ben 44 ezer zarándok és 30 ezer turista járt Mária Radnán. A radnai zarándoklatok szegedi vonatkozásait bemutató kiállítás pedig március 18-áig tekinthető meg a Somogyi Könyvtár földszintjén.